már ássák a gödröt a díszfának, melynek a legmegfelelőbb helyet a városháza előtt a kopjafa mellett találták meg Pakson. Az idén 25. jubileumát ünneplő Virágos Magyarország mozgalom ajándékozott minden nevezett településnek egy emlékfát és táblát, így Paksnak is, mely 2000 óta vesz részt a környezetszépítő mozgalomban. 2001-ben első helyezettek voltunk, akkor aranyérmet kaptunk, és 2002-ben részt vettünk a nemzetközi versenyen, és akkor pedig ezüst diplomát kaptunk. A 2018-ban nevezett jubileumi Virágos Magyarország környezetszépítő verseny emlékfája egy gyertyán facsemete. Mind hazai faiskolákból származik, kiválóan alkalmasak közterületi ültetésre, mondja Paks főkertésze. Jól alkalmazkodnak a hazai klimatikus viszonyokhoz, jól tűrik a szélsőséges körülményeket, elviselik a téli-nyári hőmérséklet ingadozásokat. Magyarország szinte összes településén őshonos ez a faj. Nekünk is van tapasztalatunk ezzel a fával kapcsolatban, több helyen van a városban, nagyon jól mutat. Ez egy oszlopos formájú fa, későbbiek során felveszi a gyertyának az eredeti formáját. A Virágos Magyarországért verseny 2018 eredményhirdetése és ünnepélyes díjkiosztója november 16-án lesz Nagykőrösön. Tolna megyéből 6 település nevezett, Paks mellett Szekszárd, Ozora, Grábóc, Szálka és Györe.